Hetedik alkalommal rendezték meg az országos közétkeztetési szakácsversenyt Budapesten. A kétfordulós megmérettetés legjobb 12 csapata közé a köszit képviselő, diétás konyhán dolgozó Dézsi Ferenc és földesiné Dávid Ibolya szakácsok is bejutottak. A kimagasló eredmény elismeréseként emléklapot adott át Muraköz István polgármester a két versenyzőnek. A szakácsok jelentkezését és felkészülését Katóné Pap Éva élelmezés vezető segítette, melyen nagyban hozzájárult a szép eredmény eléréséhez. Az országos közétkeztetési versenyt az Oldalas Magazin szervezésében zajlott, melyre a mi diétás szakácsaink jelentkeztünk, ahova háromfogásos menüvel kellett jelentkezni, 350 forint nettó nyersanyagárral, vagy pedig amennyiben bioélelmiszert vagy tudatos étkezésre számítottunk, akkor 420 forint volt a nyersanyag norma. Mi ezt az utóbbit választottuk, mert a mi ételünk teljesen mindenmentes volt, tehát teljesen allergénmentes volt, és volt kettő kötelező elem, vagyis a csirkecomb és a köles, melyet használnunk kellett az étkezéssel készítésénél. Erre a versenyre papíralapon kellett először elkészíteni a nyersanyag normákat, a receptúrát fotókkal alátámasztva, és akkor több versenyzőből végül is 12 csapatot pályáztattak, és ebben a 12-ben mi is benne voltunk, és akkor így kerültek be a dolgozóink. Hát itt a felkészülés maga a konyhában zajlott le, amelyet több alkalommal is elkészítettek, próbálgatták, hogyan egyszerűbb miként finomítani ízeket és egyebeket. Milyennek értékeli a versenyzők szereplését? Én maximálisan meg vagyok elégedve, nagyon ügyesek voltak, nagyon odafigyeltek, nyugodtak voltak a verseny folyamán, nagyon szépen teljesítettek. A június 16-ai döntőbe jutott csapatoknak 4 óra hossza alatt 20 adagban kellett elkészíteniük ételeiket. A köszi munkatársai által készített ételsor teljes egészében allergénmentes volt. Szóval 3 ételt úgy tudtuk kiválasztani, hogy 420 forintból össze tudtuk hozni. Ezeket nem volt egyszerű dolog, mert számolgattuk az árakat, kaptunk hozzá egy árlistát, és ezekből kell kiválasztani, hogy miket is fogunk főzni. És jutott a választásunk egy csicseri borsólevesre, répa chipsre, utána volt egy csirke combunk, újhagymával és vitamin paprika krémmel töltve. Akkor utána még volt egy köles gulyunk almával, megfűszerezve egy kicsit, és volt az egy erdélyi gyümölcsöntetünk. Nem volt egyszerű összehozni ott a helyszínen, mert több komplikáció is jutott például nekünk, mert feltölt a víz, meg ilyen sok hasonló dolog volt. De helyt álltunk mindenhol. Jó érzés volt részt venni egy ilyen szakácsversenyen. A zsűri azokat nézte legfőképpen, hogy a tiszta munkát például, akkor a rendszerezett munkát, rendes munkaruházatot, és végül is ebben egy jó helyen szerepeltünk ezek közül. Az ételinket is figyelték, nézték, és többen meg is kóstolták. A megfelelő alapanyagokat, amit receptbe elküldtünk, azt fel kellett használni. Se több, se kevesebb nem lehetett. Mi vittük a sajátunkat, mivel mi mindenmentes alapanyagból dolgoztunk, és nem voltunk biztosak abba, hogy ott megkapjuk ezt a mindenmentes termékeket. Úgyhogy a sajátunkból dolgoztunk. És hát ezt, amit vittünk, azt mit fel kellett használni. Szóval nem lehetett az, hogy kihagyol valamit, hanem azt, ami le volt írva a receptbe, azt mindent fel kellett használni úgy, ahogy a receptbe le volt írva. Nem használtunk lisztet, nem használtunk, ez teljesen egészséges étel, menü, sor volt. Én második alkalommal veszek részt egy ilyen szakácsversenyen. 4 évvel ezelőtt voltunk akkor is Pesten, a Gundel szakiskolában volt megrendezve, ott Évával közösen indultunk első alkalommal. Én nekem élményekkel és új ismerettség, új ízek, látványok. És hát jó érzés egy ilyen versenyen megjelenni. A köszi szakácsai a legrendezettebb és legtisztább konyharésszel a döntőben hiba nélkül főztek, több zsűritagtól dicséretet kaptak. Kiemelkedő eredményükkel öregbítették Berettyóújfalu és a köszi hírét.